Több mezőkövesdi sportoló is dobogóra állt a Tiszató átúszáson. A mezőkövesd júriese úszói Szarvason is kitűnően szerepeltek. Az augusztus 3-án rendezett Tiszató átúszásra 2 és 4 kilométeres távon, valamint 6 korcsoportban lehetett jelentkezni. A versenyen több mezőkövesdi sportoló is részt vett, 2 egyénileg utaztak a versenyre, és kiváló eredményeket értek el. A megméretésen Molnár Melinda Vivien 2 kilométeres távon kategóriájában az első helyen végzett. A Tiszató átúszáson 2012 óta többször is részt vett, és korábban már szerzett ezüstérmet is. Az aranyérem dacára nem volt maradéktalanul elégedett az eredményével. Annyira nem vagyok büszke, mert nem olyan jó volt most a víz. Hőmérsékletre nagyon jó volt, viszont mivel fújt a szél, ezért igencsak küzdeni kellett a hullámokkal. Nem is sikerült olyan nagyon jól az időeredményem, viszont ahhoz képest, hogy most az utolsó fél évem az így kimaradtak edzések, így ahhoz képest igencsak meglepő volt, hogy első helyezett lettem, és erre nagyon büszke voltam, és nagyon örültem neki. Melinda elmondta, bár nagy inspirációt jelent számára a győzelem, arra vonatkozóan, hogy újra komolyabban vegye az úszást, de most a tanulást helyezi előtérbe. Takásné Nagy Erika 4 kilométeres távon, a paralimpikon Lévai Petra mögött ezüstérmet szerzett a Tiszató átúszáson. A sportoló a júliusban rendezett Balaton átúszáson is részt vett, és a sikereken felbuzdulva döntött úgy, hogy nekivág a Tiszató átúszásnak is. Bár rövidebb táv volt, mint a Balaton, de sokkal-sokkal nehezebb volt úszni, akkor a hullámok voltak, és igazából cél volt azért a dobogó, vagy hát így ilyen titkolt cél volt, hogy eredményesen szerepeljek. Szerencsére ez összejött, úgy érzem, hogy mindent kiadtam ott magamból, ennél többet nem tudtam volna, és szerintem az is nagyon szép, hogy egy paralimpikon előzött meg, úgyhogy nagyon, nagyon jó élmény volt mellett állni a dobogón. A sportoló kiemelte, verseny szempontból nagyon sűrű időszak előtt áll, ugyanis most kezdődnek a kvalifikációs versenyek Ausztriában. Az elsődleges célja azonban a 2020-as budapesti szenior Európa-bajnokság lesz, ahol szintén szeretne részt venni. A Tiszató átúszáson szintén részt vett a mezőkövesdi származású Bársony Éva, aki 2 kilométeres távon felnőtt 2-es kategóriában 3. helyezést ért el. A mezőkövesd zsúriese úszószakosztályának sportolói közül összesen 9 vettek részt a Tiszató átúszáson, és mindannyian a 2 kilométeres távot teljesítették. Németh Anna az ifjúsági kategóriában 2. helyen végzett, míg Marcis Rebeka és Beller Benedek gyermek kategóriában a dobogó legalsóbb fokára állhatott fel. Rajtuk kívül Takács Laura, Kristol Júlia, Guba Emma, Gál Panna, Kovács Nóra, valamint Körmöcki Dániel indult, és kivétel nélkül az első 8-ban végeztek. Tisztességes és nagyon örömteli dologként élem meg én ezt a gyerekekkel együtt, illetve a szülőkkel együtt. Ők is lekísérték a gyerekeket, hogy részesei lehessenek, ha csak még a partól is ennek a dolognak. 2 kilométert kellett úszniuk a gyerekeknek, ezt becsületesen is mondhatom, nagy kedvel teljesítették. Annak ellenére, hogy eléggé hullámzó volt a víz, nem jó voltak a körülmények, nagyon hullámzott volt, viszonylag hideg is volt a víz, fújt a szél, utána jött az eső is, de attól függetlenül ez egy nagyon pozitív élmény volt, az elért eredményekkel főleg, úgyhogy minden gyerekem az első 8-ba végzett, ez kiváló, még a kiválónál is jobb eredmény volt. Hozzátette, a tervek szerint jövőre még többen indulnak majd a versenyen a szakosztály tagjai közül. A kövesdi úszók ezt követően Szarvason voltak edzőtáborban augusztus 10-e és 23-a között.